Decemberben elindult a kegyesnek a munkája Munkácson is, és azóta, hála Istennek, két munkatársunk heti három alkalommal rendszeresen be tud jönni a gyerekekhez, és azóta folyamatosan az ellátása működik ennek a programnak, pelenkákkal, popsütőlőkkel, púderrel. Etetés zajlik, és a két munkatársunk az foglalkozik a gyerekekkel napi 4-5 órában. Ez a foglalkozás azt jelenti, hogy segítenek az itt dolgozó nővéreknek, a kórháznak a közreműködésével, folyamatosan konzultálva a nővérekkel, etetik a gyerekeket, pelenkázzák azokat a gyerekeket, akiket a szüleik itt hagytak a kórházban hosszabb vagy rövidebb időre különböző okok miatt. És olyan is megtörtént, ami nagyon örvendetes, hogy az egyik gyerek megtanult járni azóta, mióta itt vannak a munkatársaink, és sokkal felszabadultabbak azóta ezek a gyerekek, mosolygósabbak, és sokkal jobban fejlődnek, amíg itt vannak a kórházban. Azt látjuk, hogy óriási nővérhiány van, és a kórház nagyon szívesen vár bennünket, mert nem tudja ellátni ezeket a feladatokat, elég az egészségügyi dolgokat ellátni, beadni az injekciókat, csepegtetőket a nővéreknek, és valóban nem tudnak annyi időt tölteni ezekkel az itt hagyott gyermekekkel, és mi ezt most majdnem 100%-ban pótoljuk, és így azok a gyerekek, akik itt ragadnak a rendszerben, azok legalább nem sérülnek se testileg, se lelkileg, nem maradnak visszafejlődtek. Ha már egyszer van ez a helyzet, mi nem feledkezünk el róluk, és az Isten sem feledkezik el róluk rajtunk keresztül és a támogatóinkon keresztül. Most egy nagyobb magyarországi gyűjtésen vagyunk túl. Magyarországon 80 gyűjtőponton volt gyűjtés ennek a programnak, és meg fog érkezni ez a gyűjtés. Folyamatosan el tudjuk látni, tehát hála Istennek azt tudom mondani, hogy mindenünk megvan ehhez a programhoz. Az emberi erőforrás, az önkéntesség, ezen dolgozunk a kórházzal együttműködve, ezt kell most kiépíteni, hogy még többen be tudjanak kapcsolódni ebbe a munkába.